Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Pályázatok, több beruházás is megvalósul Bonyhádon. Mobiltelefon használat korlátozása, mik az első napok tapasztalatai? Musgáz, a gyertya használata életet menthet. Galuska Fesztivál Tevelem, 18. alkalommal tartották meg a rendezvényt. Projektnyitó rendezvényt tartottak Bonyhádon, melynek keretében 4 nyertes pályázatot ismertettek. A város a beruházásokra kapott támogatást útfelújításokra és korszerűsítésekre fogja fordítani. A projektnyitó rendezvényt Fehérvári Tamás, Tolna vármegye önkormányzata közgyűlésének elnöke nyitotta meg. Kiemelte, Bonyhád mind szépségében, szervezettségében, létesítményeiben gyors léptékben fejlődik. Filóné Ferenc Szibolya kifejtette, az eddigi 7 nyertes top pluszos pályázatból 4-nél kötöttek már szerződést. Az egyik ilyen a Malom óvoda korszerűsítése. A célra 500 millió forintot nyert a város, teljes körülfelújításról beszélünk, valamennyi csoportszoba teljesen megújul, ugyanakkor egy új tornaszoba is épült, tehát egy új épület a rész is, sel is ki fog egészülni az intézmény. Az udvara, eszközbeszerzés, energetikai korszerűsítés mind-mind a projekt része. Bízom benne, hogy az óvodások jövő szeptembertől, a következő nevelési év kezdetétől már a megújult Malom óvodában kezdhetik az óvodai pályafutásukat. Az önkormányzat 410 millió forint támogatásban részesült a terület és településfejlesztési operatív program plusz keretében a helyi piac fejlesztésére. A piac beruházást mindenki nagyon régóta várta ennek a projektnyitó eseményére, és azért kerülhetett sor, hiszen a támogatói döntés megszületett, a támogatói szerződést aláírtuk az irányító hatósággal, a források rendelkezésre állnak, a közbeszerzés folyamatában zajlik, két részre osztottuk, a Folberger utca jobb és bal oldalára, a Rákóczi utca felől nézve a jobb oldalára kezdjük, nem csak térkövezünk, nem csak parkolókat fogunk építeni, hanem szeretnénk a zöldjében is megújítani ezt a városközponti területet. 279 millió forintnyi pénzgyújtatást kaptak, szintén a településfejlesztési pályázatnak köszönhetően a Cikói bekötő út belterületi szakaszának, valamint a Bátaszék-Bonyhád összekötő út fejlesztésére. Mintegy 900 méter hosszú útszakaszról beszélünk, amely új aszfaltburkolatot kap, megerősítve, de nyílt csapadékvizelvezető árok is megújul, a buszöblök is új és teljesen szabályosan kialakításra kerülnek, és remélem, hogy ennek a megújulása is még az idei esztendőben megvalósulhat, hiszen a közbeszerzés még folyamatban van, de néhány hét és már itt is szerződést köthetünk a kivitelezésre. Ugyanennek a projektnek a másik része pedig a 6-os csomópontnál egy kanyarodó sáv megépítése Szekszentfelé. Bízom benne, hogy ez is minél hamarabb megvalósul. A Széchenyi Általános Iskola udvarának megújítására pedig 180 millió forint összeget biztosítottak. Az intézmény vezetője Steiner Krisztián tájékoztatott a megvalósításról. A szerződés már megkötésre került, a munkaterület átadása is megvolt éppen hétfői napon, és úgy tűnik, hogy egy olyan 5 hónapos kifutással megvalósul a teljes projekt, ami tartalmazza a valamennyi burkolatnak a cseréjét, rekordtán burkolattal lesz ellátva, új kosárlabdapálya kerül kialakításra, futópálya, távolugrópálya, röplabdapálya, valamint egy olyan játszótér kerül majd kialakításra, ami interaktív jellegű lesz, plusz megvilágításra kerül az udvar. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan fejlesztés lesz, ami az elmúlt időszakban nagyon sokan vártak, és szerintem a második fél évre a gyerekek már örömmel veszik birtokba. Fejlesztésekre 5 milliárd forintos keret áll rendelkezésre a városnak, ebből már több mint 2 milliárd forintot lehívtak, amelyből az eddigi nyertes pályázatokat valósítják meg. További projektek benyújtására is törekszik az önkormányzat. Mint már sokak számára ismert, egy kormányrendelet szerint az új tanévben szeptembertől kezdődően a diákok nem használhatják mobiltelefonjaikat az iskolákban tanítási idő alatt. Az első napok tapasztalatairól érdeklődtünk Tolnán.
A mobiltelefonok esetében is, amikor azok a figyelmet elterelik a tanulásról, akkor nem vihetők be az órára, de amikor segítik a tanulást, és a tanár azt mondja, hogy be kell hozni az órára, hiszen valami olyan feladatod ad, vagy olyan tananyag lesz, amilyen szükség van a mobiltelefonra, akkor be lehet vinni. Mondta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az okoseszközök iskolai használatáról. A diákoknak a tanítás kezdete előtt le kell adniuk mobiljaikat, ezeket szünetekben sem használhatják, a tanítás végén kapják vissza őket. Ez nálunk úgy működik, hogy ugyan két bejárata van az iskolánknak, de az egyik bejáratot lezárjuk a reggeli érkezéskor, és csak egy bejáraton keresztül tudnak bejönni. Itt mobiltelefontartó állványokat vásároltunk osztályonként, és osztályonként minden fakba a megjegyzett szám alapján beteszi a gyermek a telefonját. A modern oktatásban sok esetben a tanárok és a diákok közötti információcsere is elektronikus úton történik, az új helyzet miatt ehhez is alkalmazkodniuk kell majd az érintetteknek. Igyekszünk megoldani, nyilvánvaló egy csomó dolgot napközben is telefonon keresztül intéztek például az osztályfőnökök, tehát hogyha valami váratlan esemény volt, akkor a szokott közösségi portálon keresztül elküldték a gyerekeknek, és rögtön tudomást szereztek róla. Most ez egy kicsit lassabb információ átadás lesz, de ezt is majd valahogy megoldjuk. A szintén tolnai Vosinszky-Mór általános iskolában már évekkel ezelőtt bevezettek hasonló intézkedést. A Covid után, mikor elkezdődött újra a jelenléti oktatás, mi már akkor a házi rendünkben leszabályoztuk a mobiltelefonok használatát, és felső tagozaton ez úgy valósult meg, hogy minden reggel az első órát tanító kolléga bevisz egy kis rekeszt, egy kis dobozt, ami fel van címkézve az osztálynak a nevével, és abba teszik a gyerekek a telefont. Első óra végén a kolléga beviszi a tanáriba, és ott elzárt helyen tartottuk. Tehát nekünk most ez a jogszabályi változás nagy változást nem hozott az életünkbe. Iskolai mobiltelefon használatot korlátozó intézkedés nem csak hazánkban van érvényben, az uniós tagállamok közül például Franciaországban, Svédországban, Hollandiában és Olaszországban a kormányok már évekkel ezelőtt meghoztak erre vonatkozó szabályozásokat. Húsz hektáron égett aljnövényzet, tarló és gyümölcsös szeptember 4-én Kalaznó külterületén. A lángok lábon álló kukoricát és egy fenyvest veszélyeztettek. A szabadtéri tűzesethez nagy erőkkel vonultak a lánglovagok Tolna vármegye több településéről, akik a nehezen járható terepen 7 vízsugár, kéziszerszámok és puttonyfecskendők segítségével oltották el a keletkezett tüzet. Befejezték a paksi rendőrök a nyomozást annak a két helyi férfinek az ügyében, akik tavaly 20-nál is több bűncselekményt követtek el a városban és környékén. Magánlakás, hivatali épület, varroda, tanya, de még templom is szerepelt a célpontjaik között. A zsákmány sokféle volt, pénz, élelmiszer, műszaki cikkek, sárgarészpálinka főző, horgászbot, húsdaráló, talicska és gramofon. Szinte mindent elvittek, egy helyről még a levágott kerítést is. A napokban az ügy vizsgálata befejeződött a paksi rendőrkapitányságon, az iratokat vádemelési javaslattal átadták az ügyészségnek. Januárban nyugdíjemelés lesz, februárban pedig ismét jön a 13. havi nyugdíj, írta a közösségi oldalán szerdán Varga Mihály, pénzügyminiszter. Varga Mihály bejegyzése szerint a tavalyi 18,5%-os és az idei 6%-os nyugdíjemelés után a 2025-ös költségvetés is biztosítja a szükséges forrásokat. Az emelés mértéke az éves várható inflációval megegyezően 3,2% körül alakulhat. Itt a szüreti időszak, sokan pedig otthoni kis pincészetükben is kedvet kapnak a borkészítéshez. Fontos ennek kapcsán megemlíteni az erjedési folyamat során keletkezett musgázt, széndioxidgázt, ami mérgező, ezért óvatosnak kell lenni, mi alatt a pincében tartózkodunk. A katasztrófa védelem minden évben rámutat a musgáz okozta veszélyekre egy bemutató kampány keretében. Ezt láthatjuk az előző évek felvételeiből is. A mai modern, nagyobb üzemekben ventilátorok segítségével megoldják az elvezetést, de a kisebb családi pincészeteknél óvatosnak kell lenni. Tudtuk meg a szekszárdi Takler kúriánál. Ez kisebb a föld mélyében fekvő pincékbe okoz problémát, ugye?
ahol ezt nehezebb megoldani. Itt ugye a régi bevált módszer, hogy gyertyával megyünk le, és amikor elalszik a gyertya, akkor azt tudjuk, hogy odáig valószínűleg az a tér az szén-dioxid gázzal telített. Talán az a legszerencsésebb, hogyha egy hétig, ha nem muszáj, nem megyünk le, és nem nézünk rá arra az erjedő tételre. Ugye nyilván a fehérborok erjedtek korábban, régebben a pincékbe, hordókban. Ugye ma már azért inkább saváló acéltartályokban, a borházakban. Tehát nem lenne a föld mélyén, nem a pincébe erjednek a borok, ezáltal ez a probléma azért inkább a kisebb pincékben fordul elő sajnos még mindig. A mustgáz szintelen szaktalan, így nehezen tudjuk érzékelni a jelenlétét. Szinte észrevétlenül hat az emberi szervezetre. Hát nyilván ezt úgy érezzük, hogy fogy a levegő most ezt. De ugye az már eleve rossz, amikor valaki úgy megy, tehát hogy gyertyába kéne lemenni, hogyha valaki erre számít. Hívjuk fel a figyelmét a környezetünkben élő kisebb bortermelőknek, családtagoknak a keletkező gáz általi kockázatokra, és mindig kellő körültekintéssel tartózkodjunk a pincékben. Megsérült, így elhagyta a magyar labdarúgó válogatott telki edzőtáborát a tolnai Paksi FC-ben futballozó Vas Gábor, tájékoztatott a klub honlapján. A fiatal 21 éves védő a Németország és Bosznia-Hercegovina együttesei elleni Nemzetek Ligája találkozókra készülő felnőtt válogatottba kapott meghívót életében először, sérülése miatt azonban a debütálás még biztosan várat magára. A játékos jobb combhajlító izma sérült meg. A második legmelegebb augusztus volt az idei 1901 óta, írta a Hungaromet ZRT honlapján. Az augusztusi középhőmérséklet országos átlaga 24,5 Celsius fok volt, ami megegyezik az idei júliusi középhőmérséklettel. Bár az elmúlt 10 évben túlsúlyban voltak az átlagosnál melegebb évek, az idei év ezek közül is kiemelkedik, nagyon szélsőséges, több mint egy fokkal melegebb a második legmelegebb 2022-es augusztusnál. A már hagyománynak számító Galuska Fesztivált idén 18. alkalommal rendezték meg Tevelem. A gasztronómia kedvelői és a kultúrára vágyók is megtalálták a számukra ideális programokat. A teveli óvoda előtti téren számos műsorra készültek a szervezők. A töltött káposztát, Székely nevén Galuskát pedig zsűri kóstolta meg és értékelte a közel 14 beküldött ételt. Megnézzük először is a külalakot, utána az ízvilágot, és annak az összpontosítására nagyon-nagyon nehéz döntések előtt állunk, mert mindegyik nagyon-nagyon finom. És van egy külön kategóriásunk, ami kukoricalizből, kukoricadarából készült. Az egy ilyen nagyon hagyományos töltött káposzta. Fazekas Attila, a község polgármester is részt vett az eseményen. Szokásosan kezdődött egy szabadtéri misével, a misét követően kenyérszenteléssel, ami augusztus 20-án nálunk elmaradt, és azt követően vannak nekünk a nemzetiségi táblák, amiket megkoszorúztunk, azt követően pedig egy vitézi emlékműavatás történt itt velem. És hát ugye, mivel Galuska Fesztiválról van szó, déltől egyig le lehetett adni a mindenki szájíze által töltött galuskákat, töltött káposztákat, aki mondjuk nem tudja. A hagyományőrző programok mellett a fesztiválon számos egyéb élmény is várta a látogatókat. Hát általában van itt gyermekprogramtól kezdve hagyományőrző programokig bezárólag, de amit kiemelnék az egész közül, legfontosabb az, hogy mi nem szoktunk már az elmúlt 5 évben különböző sztárvendégeket meghívni, nem csak az anyagiak miatt, hanem azt tartom, hogy ez a hagyományőrző fesztivál, ez legyen konkrétan a tevelieké, illetve a tevelhez kötődő embereké, és vagy környékbeli, nevesebb előadókat, zenekarokat, vagy pedig egy kicsit visszanyúlunk, mint jelen pillanatban, ami a revans zenekarról szól. Ők lesznek az igazi sztárok most jelen pillanatban a Teveli Galuska Fesztiválon. Az esti hangulatról a Delfin zenekar is gondoskodott, a fesztivált pedig az utcabál zárta. Mutatjuk Baranya és Somogy vármegye híreit. Az emberkereskedelem veszélyei, ismét Magyarországra látogat a szabaduló kamion. Asszály, csak nem egy hónappal korábban aratnak. Szezon, számos balatoni település a kedvencek között.
Az emberkereskedelem veszélyeire hívja fel a figyelmet az a berendezett holland kamion, ami immár harmadszor érkezik hazánkba. Az érdeklődők 19-én és 20-án láthatják a különleges járművet Pécsen. A kamionban egy szabadulójáték keretében ismerhetik meg a fiatalok prostitúcióra kényszerített lányok valós történetét. Egy prostitúcióra kényszerített nő esetét, szabadulását mutatta be ez a berendezett kis terrautó Pécsen még 2 évvel ezelőtt. Úgy rendezték be, mint azt a lakóteret, ahol fogadnia kellett a férfiakat. Közben a hangszórókon keresztül elmondta a történetét, hogyan került ilyen helyzetbe, és végül hogyan szabadult ki belőle. Mindezt egy szabadulószobás feladatba csomagolva, ahol 10 percük volt az érdeklődőknek arra, hogy kijussanak. Idén szeptemberben is érkezik ilyen kamion Pécsre, hogy felhívja figyelmet az emberkereskedelemre, a szexrabszolgaságra, ami napjainkban is létezik Európában. Az emberkereskedelem veszélyének kifejezetten azok a személyek vannak kitéve, akik esetlegesen alacsonyabb jövedelmi családokból érkeznek, vagy alacsonyabb iskolázottságú szülőkkel rendelkeznek, illetve a magasabb jövedelmű családokban is megjelenik alkalmanként az érzelmi elhanyagoltság, ami szintén hajlamosítja a fiatal korosztályt arra, hogy könnyebben behálózzák őket azok az elkövetők, akik kifejezetten érzelmi manipulálással vagy anyagi előnyök ígéretével prostitúcióra akarják kényszeríteni őket. Erre a bűnügyi területre jellemző a magas látencia, a mindennapokban nem igazán hallanak erről az átlag emberek, mondja kutató. A bűncselekményt az áldozatok nem jelentik a rendőrségnek, nem derül ki, hogy ezt a bűncselekményt elkövették ellenük. Ennek számos oka lehet. Sokszor az áldozatok sem érzik magukat tényleges sértetnek, tényleges áldozatnak, mert pont például az érzelmi manipulálásnak köszönhetően ők úgy gondolják, hogy az elkövetők jót akarnak nekik, vagy anyagi szorult helyzetben vannak, ami miatt nem mernek kilépni a szituációból. De emellett a társadalmi megbélyegzése ennek a bűncselekménynek ahhoz is hozzájárul, hogy maguk az áldozatok is elkövetőként tekintenek magukra, mint akik valami rosszat tesznek, és emiatt nem mernek a hatóságokhoz fordulni. Ezek azok az okok, amelyek csökkentik a bűncselekmények ismerté válását Magyarországon. Ennek ellenére lehet következtetni a bűnügyi adatokból arra, hogy nagyjából milyen trendekben követik el ezt a bűncselekményt. Egy 2022-es projektben felmértük, hogy az országban a legtöbb vonatkozó, kapcsolódó bűncselekményt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Somogy megyében, valamint harmadik helyen Baranya megyében követik el lakosság arányosan, amely az emberkereskedelemhez kapcsolódik. Baranyában évente átlagosan mintegy 10 bűneset történik, mint például kerítés, kitartottság, prostitúció elősegítése, gyermekprostitúció kihasználása vagy emberkereskedelem, ami kötődik ehhez a tevékenység formához, mondja Szijjártó István. Idén szeptemberben ismét hazánkba érkezik a szabaduló kamion, amit a holland szakemberek készítettek, és interaktív bűnmegelőzési módszerként alkalmazva járják vele Európát. Az emberkereskedelem veszélyeire figyelmeztető különleges járművet Pécsen 19-én és 20-án kereshetik fel az érdeklődők a Tudásközpont melletti Szalai László kollégium mögötti részen. Átlagosan 3-4 héttel tartanak előbbre a nyári munkák a földeken, mint az előző években. A száraz és meleg idő miatt korábban kezdődött az aratás. Jelenleg a napraforgót és a kukoricát takarítják be a somogyi gazdák, a mennyiség az időjárás miatt azonban elmarad a vártól. Kadarkút határában aratják a napraforgót, ez a munka is előbb kezdődött a száraz nyár miatt, mint korábban. Jelen pillanatban 3 géppel végezzük a betakarítást, egyszerre folyik mind a napraforgó, mint a kukorica betakarítása is. A napraforgót mintegy 3-4 héttel korábban kezdtük, a kukoricát pedig 5-6 héttel korábban kezdtük a megszokotthoz képest. Az időjárás miatt kevesebb lesz a mennyiség a vártnál, mondta Vas András. Az asszály miatt nagyon változó a termésmennyiség. Kukoricánál azt lehet mondani, hogy itt a környező falvakba aratunk a partnereinknél, sajátot még nem takarítottunk be.
azoknak a termelőknek, akik a nyár folyamán kaptak egy-egy záport, szerencséjük volt, náluk jobbak a termésátlagok, de azt lehet mondani, hogy azokon a parcellákon, ahol nem volt, ott fele a termés a megszokottnak. Nagyon szórnak a termésátlagok, 3 tonnától a 10 tonnáig mindennel találkoztunk már kukorica esetében. Napraforgó esetében is hasonló a helyzet, de azt lehet mondani, hogy 2-től a 3,8 tonnáig szór. Változóan alakul a termés átlag a vármegyében, van olyan terület, ahol több csapadék esett, máshol viszont nem voltak ennyire szerencsések a gazdák. Somogy tulajdonképpen leképezi a teljes országot. Tehát a délnyugati, zalai, drávamenti területek egészen csapadékosak voltak, magas csapadékmennyiségekről tudunk, míg az északkeleti, gondolok itt Siófok környéke, hasonlóan az Alföldhöz rettentő a szájos. Nagy átlagban azt tudom elmondani, hogy június közepe végéig megfelelő eloszlásban megfelelő mennyiségű csapadék hullott, tehát addig nagyon komoly várakozások voltak. Arra számítottunk, hogy kiváló termések lesznek, aztán utána elkezdődtek a hőségnapok, nagyon sok UV-sugárzással, nagyon magas hőmérsékletekkel, ami a kukorica virágzása, illetve a napraforgó virágzása után már a szemesedést, tehát a terménynek a kötését, ezt akadályozta, és ezért napról napra azt láttuk, hogy csökkennek a várakozások. Kukoricából 6 tonna per hektáros átlaggal számolnak a gazdák vármegyei szinten, napraforgóból 2,5 tonna per hektár várható. A betakarítással a tervek szerint legkésőbb szeptember végére, október elejére végeznek Somogyban. A szállás.hu nyári adatai alapján kiderült, hogy idén is a magyarok kedvenc üdülőhelye Siófok. Több mint 2-szer annyi foglalás érkezett a Balatonra, mint a második helyezett észak-magyarországi régióban. Siófokon kívül népszerű volt még Balatonfüred, Hévíz, Balatonlelle, Keszthely és Zamárd is. Néhány napja még zsúfolásig megtelt strandok, büfék, éttermek voltak szinte mindenütt a Balatonnál. A statisztikák szerint is az egyik legkedveltebb üdülő régió volt az idei nyáron a Balaton. A települések közül most is kiemelkedett Siófok látogatottsága. Ugye a 3 hónap átlagában mi azért egy 14-15%-os árbevétel növekedést értünk el. Vendégszámban nagyjából hasonló vendégszámot produkáltunk, kihasználtságunk sem változott a tavaly évhez képest. A vendég összetétel egy kicsit igen, egyre több a külföldi vendégünk, és az idei volt az első, amikor a német piacot megelőzte a Szlovákiából érkező vendégeknek a száma. Úgyhogy viszont az átlagos tartózkodás évről évre csökken, most 3,5 napot töltettek átlagosan a vendégek szállodánkban. A szeptemberi jó idő, illetve az őszi hagyományos gasztrokulturális fesztiválok az igazgató szerint újabb lökést adhatnak az őszi forgalomnak is a Balatonnál. Köszönöm szépen! Az éttermek, büfék is jó szezon zártak. Ez a balatonszemesi büfé még a héten várja a vendégeket. Azt mondják, 10-15%-kal magasabb forgalmuk volt tavalyhoz képest, a forró nyári hónapoknak köszönhetően. A 2 hónapja folyamatosan 30 fok fölött van a levegőhőmérséklet. Én azt vettem észre, hogy ilyenkor az emberek azért szeretnek a víz közelébe húzódni, és a tavalyi szezonban inkább úgy volt, hogy hosszú hétvégék voltak, vagy csak hétvégék, amikor itt vannak az emberek. Most már hétköznap is itt voltak nagyon sokat. Voltak külföldiek is, rengetegen, nagyon sok német törzs vendégünk volt, akik visszajöttek évek múltán, meg magyarok is előszeretettel jöttek hozzánk. Amíg nyitva lévő vendéglátósok azt mondják, bár már érezhető a visszaesés a forgalomban az iskola kezdetével, de amíg nyárias marad az idő, arra számítani lehet, hogy hétvégeken élénkülhet a forgalom a tónál. Nézzük volna vármegye híreit még egyszer, röviden. Pályázatok, több beruházás is megvalósul Bonyhádon. Mobiltelefon használat korlátozása, mik az első napok tapasztalatai? Musgáz, a gyertya használata életet menthet. Galuska Fesztivál tevelem, 18. alkalommal tartották meg a rendezvényt. Pénteken már mérséklődni kezd a hőség, és előre láthatólag a nap is kevesebbet süt. Nagyobb eséllyel alakulhat ki helyi zápor, zivatargóc. Általában gyenge, mérsékelt légmozgása valószínű, de itt-ott átmenetileg felélénkülhet a szél.
Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!